Szervusztok, üdvözlök mindenkit. Megtörtént a rank reset. Ja, esetemben ma, mert én még tegnap nem játszottam a game-mel. Nem oda akartam belépni, oké. És mindjárt rögtön Bloodpont milliómos vagyok. Hogy kis költekezéssel kellene indítanom a streamet. Mindegy, 2.700.000. Na hello Gege. Ilyen hamar otthon. Látod, a kedvedért csinálok egy Dead by Daylight streamet. Akkor hagyd szóljon. Megnézem, hogy hozzáadódnak-e a pontok, de sajnos a gyanítom, hogy nem fognak hozzáadódni, úgyhogy majd kiderül. Tekerjük a hangerőt. Van is lebegtegettem, úgyhogy mindenképpen itthon kellett maradjak. Ó! Oh. Az baj. Mi bajod lett? Lázas vagy? Hölgyem, ezt már szeretem, újra itt, teljes gőzerővel. Na, redizne valaki? Fáj a torkom és sokat folyik az orrom, valamint igen gyengének érzem magam. Ja, tegnap este, egy éjjel melóhelyen én is ilyen érdekesen éreztem magam, de szerencsére nem jött ki rajtam semmi. Most mikor fölébredtem nemrég. Hölgyem, veled mi újság van? Ment a meló ezerre, sok C-vitamin nekem az hamar segít. Sok unalmas meló, sok unalmas emberre, unalmas adategyeztetés. Aha. Az uncsia. Lehet. Uncsi lehet. Remélem, hogy mindenki jobban van, mint én. Hát én biztosan, egész biztos. Bazzeg, fizikai lehet, de lelkek nálam rosszabbul senki nincs. Ó, oh, te szegény. Na jó, ezt most mindenki nézze el nekem első meccsként, hogy a bogárkát nem bírom beütni. Na végre. Tjú! Elég szarul megy. Eléggé. De hát igen, aki nem játszik, az nem is gyakorol.
utóbbi időben sok volt a Evil Dead stream. Egyébként köszi, hogy csak miattam lett DVD. Már nem feltétlen, de egyébként meg szívesen. Már terveztem egyébként is, hogy kellene. Nem akarom ezt a gémet se elhanyagolni, mert szeretem ezt a játékot, csak mostanában valahogy jobban szerettem az Evil Dead-et. Illetve jobban élvezem játszani az Evil Dead-et, de nincs bajom a DVD-vel se. Majd lehet kérni egy news, persze. Bárki vár mit is. Nem vagyok teljesen rá, ezért a nőszre rágyógyulva. Mi? Várj, ez most teljesen elszaladt innen. Mindenki egy helyben van. Az anyádat, ez jól mozog. Óvatos a köcsög, meg figyel. Na, visszafordul. Na, azt az én nem köcsög. Az meg gyorsabb, mint én. Visszafordulgat. Álljunk már meg! Persze ilyen kukereket old. Annyira jó tesem vagy, bogárka. Bár két gép kipattant, amíg szórakoztam vele. Ez tény. De egyébként mindegy is a végeredmény, mert csillezés van, úgyhogy nem vagyok hajlandó fölidegesíteni magam semmin. Ez a bogár is csak fut egyenesen. Nyíl egyenesen, semmit nem csinál. Semmi trükk, és nem bírom megütni sokszor. Igen, egyelőre a lámpádat gyakorlatilag a nagy semmire tudtad használni. Majom állat. Ez incselkedik velem ez a rohadék. Ezek azok a falak, ahol nem lehet megtalálni. Úgyhogy tovább is állok innen. A rejtélyes fal eltűnésének a rejtélye.
A rejtélyes fal között eltűnő túlélő rejtélye. Milyen rangomban végeztél nullázás előtt? Hát azt hiszem, hogy aranyba voltam mind a kettővel, de nem vagyok benne biztos. Nem nagyon figyelem, megmondom őszintén. Ó, ne, bogárka halott. És élvezik. Igen, bogárka, fölakadtál. Hát, jaj, szép, de mondom, nem is nagyon nem rankoskodok én igazából. Igen, ez a fal itt, ez nekem nagyon-nagyon zavaró, hú. Mocskos mód zavaró, csak a bogárka már annyira trükkösnek hitte magát, hogy ő saját maga is belezavarodott ebbe az egészbe. Elviszem más kampóra is, ám bogarak. Nem kell nekem odavinni, hogy blokkoljatok. Itt van neki ez a szép kis kampó. Reflexből ütöttem rá. Minden bogárka megtanult játszani a nőrsz ellen a játék végére. Most a Death Heart szerintem erősebb, mint amilyen régen volt? Nem, egyáltalán nem. A Death Heartot, ha nem jókor időzíted, akkor semmit nem ér. Jól van, legalább kijöttél Dead Zone-ba, hála Istennek. Igaz? Menekülni nagyon tudok, kisasszony. This boil over. A Death Heart az egy szar lett. Ó, ennek ez nem is volt még akasztva, bassza meg. Kisasszony Rózsika behúzta azért még. Imádja ezt a falat ez a féreg.
imádod, ugye? De eljöttél onnan. Tudjátok, mi a jó ebben az üldöző zenében? Hogy nem lehet hallani a bogárkát. Hogy merre van. Azért jó. Mert így hallanám legalább, hogy nyög, vagy valami. De így semmit nem hallok. Szóval nyögne a csaj, de nem hallom, mert tök jó az üldöző zene az. Ezzel meg állandóan beijeszt ez a köcsög. Hogy bejön a házba, aztán mégse jön be. Igen, köcsög. Ez a te taktikád, én már észrevettelek. De ezt nem jegyezted meg, hogy ezt velem nem lehet eljátszani, hogy rámasszod a palettát. Valahogy ezt nem sikerült. Fene tudja, mert végül is nincs messze a két kapu egymástól. Itt innen nem látok rá. De így igen, ott van a bogárka. Kezdődik a falak közti. Na. Oh boy, oh girl. Pedig ezek közül kettő úgy tudott menekülni normálisan. Nem játszottak rosszul szerintem. Yeah! Köszi! Igen, pontot viszont nem kapok, úgyhogy sajnos ezt a 600 ezeret, sőt egy 7-800 ezeret le kell költsek. Úgyhogy mindenkitől előre is sorry, de egy kicsit bloodwebeznem kell, köszi. És azt már a nyuszira fogom szerintem tenni. Azokat a pontokat, mert... első meccshez képest szerintem nagyon jó volt. Igen, szerintem is, köszi. Na hát, a nyúlnak... nincsenek már bónuszai.
Ezt nagyon sajnálom, hogy ez nincs megcsinálva úgy, hogy itt ezt így le lehet pörgetni egy egész bloodwebet, hogy nem kell egyesével, hanem kiírja, hogy milyen összegbe kerül, és akkor rányomsz oké, és akkor már meg is vetted az egész oldalt, úgymond. Mert ez az egyesével való költögetés, ilyen 2-3 ezer pontjával, ez borzalmas. Borzalmas, csak az a baj, hogy kénytelen vagyok, mert egyébként meg nem fogok pontot kapni. Ja, én is szeretem egyébként, nem rossz gyilkos, csak hát jó kell vele tudni. Szia, Imi, szia, szia. Majd mindjárt szétnézek, hogy van-e még olyan killer, akire kell egy kicsit így költögetni. Vagy akire egy jobban érdemes lenne. Ja, megjavult a Twitch, csak a Google előzményeket kellett törölni. Aha. Én ebből semmit nem érzékeltem egyébként, hogy szar volt a Twitch. Mármint így ugye tegnap is így streameltem, és így nekem így a chat az ide be van lőve, hogy lássam, hogy ki mit írkál, a telefonon nézem. És ennyi, tehát hogy így én különösképpen én nem mentem így bele külön a Twitch-be. Így telefonról volt megnyitogatva. Nézzünk valakit, aki... Én igen, se a csatorna pontokat nem tudtam behúzni, se a Twitch dropokat. Aha, aha. Mondjuk Wesker papa. Hello testvér, helyzet. Szevasz lalikám. Király minden. Ó, oh, milyen kis csapat gyűlt ma itt össze, hál' Istennek. Muszáj elköltenem a bloodpontokat, mert addig nem keresek egy annyi fillért se, hogyha a meccsekre bemegyek. Amíg nem megyek 2 millió pont alá, az előbb kipróbáltam. Néha engedi, ez is olyan furcsa, mert néha engedi, néha meg nem, tehát... Úgyhogy kénytelen vagyok elkölteni, már csak 400 ezer. Próbálom mindig a drágább dolgokat venni. Hogy jön az a pénz. Ilyen lila, zöld, rózsaszín, meg mindenféle addonokat. Szerinted ki a legrosszabb gyilkos? Legrosszabb gyilkos? Hát, nem is tudom. Ezt nem is tudom szabad-e ilyet mondani. A legrosszabb gyilkos, hiszen egy olyan embernek a kezében, aki ügyes és jól tud vele bánni, a legrosszabb, az én szerintem legrosszabb gyilkos is lehet. Kegyetlen fegyver. Igen, igen, a Lali írja helyesen szerintem, hogy egy effektív, olyan nincs, hogy legrosszabb gyilkos, csak olyan van, akivel te nem tudsz bánni. Maximum. De olyanból sok van, de olyan van, még esetleg olyan van, akit én annyira nem kedvelek. És nyilván mondjuk a nem kedvelésem is abból fakadhat, vagy abból gyökeredzik, hogy nem tudok vele játszani. Ja, mondom neked. Csak ihletet kemerítem a képek alapján. Többet is tudok mondani. Onryóval se tudok játszani, és ezért nem szeretem. Vele se tudok, az Artista se nem szeretem. A Cenobitával se tudok, nem szeretem. Csigubigulával se tudok játszani. Nem szeretem annyira. Hát, ezek határesetek.
Szerintem olyan nincs, hogy gyenge, max nem áll a kezed, és neked nem jön be, és nem tudod olyan meccseket menni. Így van, így ahogy mondod. Shinguki, így van. Ezek közül itt már mindegyikkel szeretek játszani, az már más kérdés, hogy nem tudok. Például innen. Vele se tudok. Vele se. Vele se. A Freddyvel is szétszopatnak, hogyha jó lúpolós túlélők jönnek, a bohóccal is szétszopatnak. Elég sok a heggel is igazából. Igen, így nem lehet ilyet kijelenteni, hogy valaki nem jó. Inkább azt lehet mondani, hogy te nem vagy vele jó. Vagy valaki gyenge. Gyenge gyilkos. Most megyek egyet a nyullal, aztán ha már ilyen szépen összejöttünk, akkor mindenki mondhat utána még. Igen, természetesen. Itt minden nap kívánság műsor van. Aztán mehet a móka is a kacagása, hogy megszivatnak a túlélők. Na. Hármas presztícske, mindjárt elérjük a 2 millió alatti részt. Nagyon jó. Kinyílt mindenki számára, kinyíltak a berkei, ugye? Ez most azt jelenti. Már nincs sok hátra. Ezt nagyon-nagyon megcsinálhatna a behavior, ezt a bloodwebet, hogy ezt lehessen így, ha fognám, most itt lenne egy, tudom, hogy nyom meg a háromszöget ahhoz, hogy ezt mindet megvegyed egyszerre. És akkor nyomná egy háromszöget is kész. Nem egyesével itt szenvedni ezzel. Na. Azt hittem lefagytál. És itt főleg az elején, amikor még nem is ad ilyen lilákat, addig, mert ez már 4000-be kerül. Addig borzalmas elkölteni ezeket az összegeket. Helyi, a szememre vigyázzál, bogárka. Kivered itt a kezeddel. Belenyúlsz a szemembe a csápjaiddal. Na, még egy kicsit költök, hogy ne menjek túl a 2 millión, aztán indulhat a bénáskodás a nyuszival. Az a baj, hogy még mindig rengeteg pontot kapunk egy-egy meccsért. Úgyhogy most ez körülbelül itt úgy vagyok most, hogy itt is, ha véget ér a meccs, majd szerintem köbő ott leszek, hogy megint 2 milliónál, aztán megint lehet költeni. Viszonylag gyors. Egyébként úgymond játék mennyiség szempontjából hálásabb DBD-t streamelni. Így amikor kevés időm van, viszonylag kevés az a 3-4 óra hossza, az nekem nem játékidő, az semmi. Ilyenkor hálásabb, mert több meccs fér bele, mint egy Evil Dead stream alatt. Egy meccs, egy fél óra körülbelül, itt azért
gyorsan is talál játékot, meg gyorsan le is rendeznek a túlélők, vagy ők, vagy én őket. Viszonylag, szerintem egy negyed óra alatt megvan. Többet lehet játszani az alatt a 3-4 óra hossza alatt, mint Evil Dead-del. Ó, bogárka. Ilyen. Lassú volt a balta. Itt vagyunk. Az anyádat. Lúpolni. Láttam, hogy megfordulsz, te köcsög. Igen, elkezdi itt munkásságát ez a rohadék. Nem jön át. Azt hiszem kifogtam egy looper, de itt is kell, hogy hagyjam, mert... Mert bár nem tűnik nagyon-nagyon ügyes loopernek, de annyira igen, hogy... Hogy szétloopoljon. És ezt csinálja tovább ez a görény. Persze, akadjál föl. Azt nem lehet a nyúl ellen. Végre. Kisasszony Kamilla, Ludmilla, bogárka. Hát ennek most itt semmilyen motor visszatartó perkje nincsen, úgyhogy így gyorsan meg lesznek a srácok. Tetszik, hogy a gyilkos főleg, amikor dúdol. Ja. Igazából... Nyuszicsibe. Igazából... Ez is egy nagyon-nagyon erős gyilkos tud lenni, ha jó kezekben van. De hát nincs abban, látjátok. Bogárka is egyenesen fut előttem, és nem tudom megdobni. A Ralphot nézem, külföldi streamer, borzalmasan jól játszik vele. Na igen. Pedig ez a csávó se tud menekülni. Egyenesen futkározott, de hát volt vagy 8 dobás, mire ledobtam. Hey!
az meg pont izé betakart ez a szar. Okoska. Tényleg? Nem bírod rám tenni, köcsök. Na hát igen, sajnos itt mindenki ki fog menni. De hát én nem vagyok a nyúlnak a mestere. Sajna bajna. Igen. Akkor visszatanelezek a bogártára. Bazd meg! Hát ezek ilyen meccsek, sajnos. Ügyetlen vagyok, a nőrszön kívül szinte mindenkivel. Na mondjátok, testvérek, who's next? Jelentsen bármit is ez a szó. Szép lassan mutatom. Freddy. Ki a következő? Azt jelenti, tudom, tudom. Ez nálam ilyen poén, általában azért, amiket kimondok, azokat, azoknak ismerem a jelentését, ezt viccből szoktam mondani. Hogy jelentsen bármit is. Persze, lehet Ghostface, minden lehet. Jó. Megnézzük ezt. Na jó van, szégyeld el magad akkor. Oké. Oké, igyekszem. Igyekszem szégyelni magamat. Freddynek még voltak perkek, amik nincsenek kinyitva. Most van Jason Voorhees, de ő nincs benne. A Jason Voorhees... Ja, ő nincsen, ő a jéghoki maszkos, igaz? Igen, igen, a macsetével. Ja, ja, ja. Hát még egyébként egyszer valaha az életben még benne lehet. Van benne ez a Mori. Hozok Morit, akkor legalább kijut mind a négy. Freddyvel mentem sokat régebben egyébként. Ennek ellenére nem vagyok vele jó, de... Ja, és izét pocsolyám lesz így sajnos. Lehet, hogy kellene inkább egy kis
Dream paletta. Ja. Jó, azok a péntek 13 filmek, azok elég jók, meg ezek az újabb változatok, ez a Freddy vs. Jason. Mikor játszottál először DVD-vel? Hú, gyerekek, nem akarok hülyeséget. Nem hiszem, mert ott van a Friday the 13 the Game játék, bár ki tudja, hát ha egyszer bekerül, akkor megveszem a játékot, és csak vele játszok. Na itt vagyok, csak volt egy hívásom. Szevasz, tesó! Szia, szia! Fontos embereknek van a hívás a testvér. Hiába. Így megy ez. Várjál, mi volt a kérdés közben? Először DVD-vel. Figyelj csak, nem tudom melyik évre tehető az, amikor megjelent a Dead by Daylight PS Pluson, ingyenes volt. Azóta játszom vele. Az nem tudom melyik évben volt. Hello? Nem tudom melyik évben, nem akarok hülyeséget mondani. 18-ban talán, vagy 17 vagy 18, igen, igen. Hello? Öreg vagy ebben? Ha igen, nem csak ebben, testvér, az életben is. Kurva életben. Az kamu volt, haver. Jó, de jó kis kamu palettai. Ez az. Köszi, hogy levetted, így lett szabad kambó. Hát ezek kezdők szerintem, legalábbis nagyon úgy tűnik. Ezek itt kinyírják magukat egy kampónál. Hát van itt valaki szerelni, de hát dehogy van. Ja, hogy két disconnect is van, jó, rendben. Örök 25, ó, dehogy. A szemhéjam már úgy ráesik, már a szememre alig látok. Fő kell varratni lassan. Kell már a ránc felvarrás. Hát ezek a bogárkák, nem tudom, hogy hova mentek.
De szerintem nem a szerelés az elsődleges céljuk. De hogy is mondom, viszont vagy csak letagadod. De nem örök 50. Testvér, rád mindig számíthatok egy jó szóért, igaz? Ezen nincs kampó, basszus. Az lehet, hogy le fog jönni. Kettő is, igen. Freddy neve még mindig félelmetes. A túlélők körében. Azt hittem beleesik megint abba a csapdába, hogy nem ügyek meg. Ó, fölakadtál. Örök 100 leszek. Egy szerel, oda nézd, ez dicsérendő. Dicsérendő. Nem teleportálok el oda. Hiszen valószínűleg erre jön majd. De a havert már lehet, hogy nem akarja leszedni. Remélem meghívsz a századikra. Tűzlet is kell majd annyi gyertya mellé. Kamu paletta volt már. Oda is rakok egyet. Szerintem ő első akasztott egyébként. Talán, vagy nem? Nem. Mert ő volt Miss Boilover. De első. Hát, ez a Freddy, ez most egy... egy 4K volt, és hiába kiléptek. De ez... köszi. Ezek full kezdők voltak. Annak jó. Utána már nem ilyen lesz. Mit mondtál, te Gellért? Ghostface-t? Helyes morizni meg el is felejtettem a fenébe. Az outfiteket akartam megnézni, de nincs neki. Ja, de van. Ilyen különleges. Köszi, köszi. Hát jó van.
Vele is annyira nem vágom ezeket a beszúrásokat, meg mikor tudnak kivenni belőle, meg ilyeneket, de igyekszem. Azt kell mondjam egyébként, hogy így a sok killerezés mellett, mert azért sokat játszottam azért az elejében, játszottam sokat Trapperrel, Freddyvel, Bohóccal, kivel játszottam még így többet. Mielőtt rátértem a nőrsz útjára teljesen. Ezekkel sokat játszottam, és ehhez képest nem tudtam olyan szintre fejlődni velük, amivel a nőrszel tudtam. Tehát, hogy a nőrszel azért egy jobban játszom egy picit, szerintem. A DVD2-t, olyan nincs is. Hello, Dávid. Szia, szia. Nincs DVD2. Vagy mire gondolsz pontosan? Akkor vagy a simát töltötted le, vagy egy más játékot. Figyeltem, hogy figyelsz. Ja, oké. Én résem vagyok. Ismered a mondást? Régy lésen. Jó, és akkor... Ú, ez van bent, hogy látom a bogárkákat. Te nagy király vagyok. Most valamit elcsesztem, úgy látom. Hello! Szúrást azt elcsesztem valahogy. Az a helyzet, nem ismerem ezt a pályát egyébként annyira. Olyan kicsit olyan furcsa is az egész. Hello. Ja, nem tört szét a palett? Hittem. Helycserés támadás. Na jó, ellened nem. Ne! Ne! Megöllek! Levilágította. Fölakadtál, bogárka. Eljátszom, mint a fölvenném. Mondatom. Hát ez a villamos megállós csávó, tudjátok, aki elment a villamos és... Ne! Rohadj meg! Vagy nem is tudom, miket mond még ott. Megöllek! Na és akkor L2 a csendes mód, melyikkel googolok le? Ezzel. Ja, hogy így lehet beszúrni a bogárkát. Ez az. De ez meg kivett belőle, vagy ez mi csinál? Te vagy a zavaró, vagy mi van veled? Te vagy a zavarkodó, igaz? Jó, és akkor újra van képesség. Ha tudok googolva menni. Stalk. Stalkolni a bogárkákat.
Na, bogárka megvan. Együttéssel. Egyébként, ha messziről látod, ilyenkor a Ghostface olyan, mintha egy túlélő lenne. Nem nagyon lehet felismerni. Ha most megrugom ezt a motort, kiveszem magam szalkmód? Nem. Valakit kellene stalkolni. Érdekes, hogy lehet, hogy van ilyen kavics dobálása a bogárkának, mert... Tudjátok, mi a durva, hogy azt se tudom, milyen perkek vannak neki berakva, illetve hogy mit csinálnak azok a perkek. Még tíve gyárt a köcsög. Te voltál Miss T-bag. Azt a gépet szerelik. Az az öregnél nincs sok jelentősége valójában, hogy beszúrom-e vagy sem. Mert ő fekszik így is, úgy is. Hú, mi a helyzet? Jaj, az öreget ki tudom végezni. Ezt nézzétek, de király lesz. Te is rajta leszel a Penguin. A Penguin a fotón. Hol vagy? Amúgy nincs olyan semmi. Próbálom túlélni az éjszakát. Jaja. Jó, ez poénos ez a... végzés. Szóval próbálom túlélni az éjszakás hetet valahogy. Hát még úgy is, hogy ilyen izéket alszok, ilyen átlagban ilyen 6-7 órákat, hetet inkább. Hol vagyok? Még úgy is eszméletlenül nehéz fönnmaradnom éjszaka. Tehát, hogy így vannak ilyen mikro bealvások, így leülök egy székre, és így ilyen bebólintások ezerrel. Na, a köcsög most itt elkezd loopoltatni. Kiszedték, köcsög, ki. Ez egy jó kis loop hely neki itt. Pláne, hogy van még palettája. Igen, Spirit Fury. Ha nézd, elkerüli az ütést. Van még palettet, köcsög? Nincsen. Elnyomta a Death Hardot is. Jaj, ne! Ó, ne! Úgyis rajta akartál lenni a másik fotón is, ugye?
Még egy ember a fényképen, jaja. Állj, most merre kell menni? A motorok felé, csak is. Majdnem meg lett. Jaja. Ki akar szedni a köcsög? Ki is szedett? Hello! Azt még nem bírom kinyírni, még nem lógott. Az a feltétele, hogy egyszer lógnia kell. De vajon hol készült el neki a gép? Azért nem látok a falaktól. Az kinyitja már. Megöllek! Az lett volna a jó terv, hogy beszúrni, ide jönni és együttéssel megölni. Na de mindegy. Jó volt ez. Köszi, köszi. Egynek. Na mondjátok akkor, ki legyen egy gyilkos eszköz a kezeimben. A kezeim közt. Egy kampó, kettő pedig fénykép, tökéletes kombináció. Ja. Bohóc. Kecske gyorsabb volt, tesó, akkor utána Blight lesz, ja. Oké. De most akkor jöjjön a bohóc faszú. Kis kakas. Nem is tudom, The Last Mask kétszeresen. Vagy nem kell neki pálya szerintem. Mi a pálya? Autópálya. Hogy menjen így. Outfitet is választhattok bátran. Amelyik tetszik. Én a kokast szeretem a legjobban, de hát van itt a repertoárban. Bőven. Vagy legyünk Ormi-mi-mi-mi-mi. Ormi, micsoda név. Hol van? Itt van. Vagy Vérapó. KFC csirke megint bosszút áll, igen. Vagy legyünk Ormi-mi-mi-mi-mi. Nékön mindegy. Saját maga készítette ezt a jelmezt. Azért ilyen szép. És majd, lehet ki kell menjek a menübe, mert lehet, hogy megyek pár túlélőt is, mert ödeptelni is kellene.
Ja. Meg is nézem, hogy igazad. Bocsánat. Meg Dwight, Adam. Ezeket láttak tünde szemeim. Ezeket látták most a menübe. De én úgy emlékszem pedig a McTommy-val, hogy nem csináltam meg. Pedig azzal megcsináltam szerintem már, de mindegy. Meg Gino-val is megcsináltam az Adammel. Ó, oh, ne! Ott nem bírsz kimenni, szuka. Fekszik. Leszeded a kampót, bogárka, szedjed csak. Úgy. Mind a kettőt leszették, oda néz. Rohadt szemetek. Ti ilyen ügyes kis játékosok vagytok. Nagyon ügyes vagy. Gyere már bele az arcomba, te köcsök. Azok leszedtek két kampót, ilyet nem is láttam még. Te vagy aki kell. Szorosan ölelj. Na, van itt valami bogárka kampót szedni? Nincsen. Helyette megy a gerrás. Nekem van a morvoshoz, de remélem majd vissza, még vissza a stream vége előtt, addig egy jó streamet, bye green biggie, bye everyone. Oké, siess vissza. Nem kell. Vizsgáljanak meg rendesen. Na bogárka. Ó, egy picit meglassultál. Ó, ne! Ez a tetárd is megvolt. Nagyon ügyes gyerek vagy te. Na mit szeretné, bogárka? Egy kokit a fejedre.
Nem sikerült, köcsög. Jaj, de kár érte. Nem baj, ez a három bimbó addig se szerel, amíg téged mentegetnek, hál' Istennek. My name is Bo. Bimbo. Oh, igen. Igen, igen. Megint volt Death Hardod. Elkerülhetetlen a vég, bogárka. Szóval le, bírom ezeket, 3 másodperc alatt bazd meg sehol sincs. 3 másodperc alatt körülbelül. Na bogárkák, szeditek a kampókat, egy valakinek sajnos. Muszáj elmenni a másik bogárért. Hát nem sikerült a terv, bogárka. Most már 2 bogárka is lógott egyszerre. Igen. Most úgy érzed, kegyetlen a sorsod, igaz? Joggal érzed így, bogárka. Nézd meg a rohadt férget, hogy betámasztott elém, bazd meg! Mit akarsz itt, bogárka? Igen, végre te is sorra kerülsz már. Whoa!
kis kínai szarházé. Adat neked mindent lebíró akaratot, igaz, Bogárka? Szedegetsz még kampot, Bogárka. Ó, ne. Sajnos itt van a másik a szomszédba. Jól állnak egyébként. Lehet, hogy a fönti gépbe kellett volna beletolni ezt a Pub Ghost, igen, vagy a másikba, valahol. Jaja. Az a bogárka az eltűnt. De úgy rendesen. Az a baj, ha meggoogol, nem lehet őket megtalálni. Nézzük, miket csinál ez, bazd meg, nem is látom, hogy hol van, belejön a pofámba ez a köcsök. Hova googolt ki innen? Vagy el? Az előbb még itt volt. Ezek a csodálatos eltűnések, bazd meg. Hát ez tök jó. Igen, nem láttam, hogy ott vagy, Bogárka. Aha. Az a baj, hogy ezt ha itt kapom el fönt és leugrok vele, a bojlóverével le fog jönni, de így is le fog. Igen. És folyamatosan föl fog menni az emeletre. Ugh!
És még ennek se az utolsó. Francba. Jó, viszont itt rálátni a kapukra nagyjából. Hát ez van, gyereke. Két millió pontnál vagyok megint. Hát, köszi. Ketten kimentek egyébként, jól védték egymást az elején. Faszom, reklám. Van reklám, testvér. Annak csak örülni kell. Nem tudom, lehet, hogy az miatt nem volt eddig, hogy rossz volt a beállítás, vagy én nem tudom. Vagy a fene egye meg most dobott be egyet. Eddig nem volt egyébként. Úgyhogy szerintem lehet, hogy pont az, amit az Imi mondott, hogy hibás volt a Twitch, vagy valami volt vele. Mert nekem közvetítés közben nem nagyon. Eddig én nem láttam a reklámot, aha. Vagy embere válogatja, nem tudom. Hogy kinek van. És Lali kérésére jön egy Blight, amivel szintén nem tudok játszani, de ezt bocsássa meg nekem mindenki, legyen szíves. De szép bunkos botot kaptam ajándékba. Na, ingyen meg is nézem saját magamat. Itt a Twitch-en. És a gyerekem most fogadom hallasztani meg jól, hogy nem is azért játszok, hogy ilyen világhírű player legyek, hanem a társaság miatt. És így van, és igaza van. Pontosan. Egyébként volt egy frissítés most a Twitch-re, legalábbis a tabletem most frissíti. Úgyhogy lehet, hogy ez miatt voltak vele problémák. Kövi, Wesker? Oké. Itt mindegyik őtöknek van egy fétise, amit szeret, úgy látom. Mondjuk nekem is van, nekem a nőrsz az.
majd ezt most itt gyakorolnom kell egy picit, mert tudom sincs, hogy hogyan kell. L2 rush. Oké, akkor pattannom kell valahova. Mondom pattanni. L2. Aha, itt volt a bogárka, de nem bírtam megcsapkodni. Jó. Jó lesz ez. Miért sokkal gyorsabb nálam egy csin? Sikerül, teljesen véletlenül egyébként. Bogárka, te ilyen ráérsz ilyen lájtosan így gyalogolni. Igen. Nesze. Kurva anyáda. Hát egy bambozű jó jött volna. Megmondom a frankót. Irányba állás. Milyen gyors lettél, bogárka. Hogy meglódult. DS már nem nagyon használ senki szerintem. Kis sikerként élem meg az összes ilyen akcióból, vagy azért képességből ad leadott ütést, mivel nem tudok vele játszani. Üthettem volna egyébként, mert meg lett volna. Nem baj. Hello! Nézu Pisti. Yes. Kettőt egy csapásra. Magárka nem vágja, hogy nincs strandidő. Lite baba. Yeah.
hát ezt jól elpattogtam most. Csába! Te mit csinálsz itt? Magadnál vagy. Hello! Ez a bogárkam az összes palettát eltörte már gyakorlatilag, legalábbis remélem. És hogyha most meg lesz, nem találják meg a totemet, és meg lesz a hármas szintű... mi az istenem? Jó, messzire állok tőle. Így, így. Akkor most már együttésesek a bogárkák. Mondjuk lehet, hogy a képességbe nyomom, akkor nem. De ő együttéses lesz. Lesz még egy palett. Miért nem futott? Édesanyám! Csinálom itt magamnak a felesleges kilométereket. Bogárka bejön itt, most megint átmegy. Nem csináltak gépet. Ötös szinten ki is végezhetem őket majd. Leszette! Szemét, arcátlan puhány. Neked nem szerelni kellett volna jó. És akkor, hogyha le van szedve, azt hiszem, akkor érvénytelen nem kapom meg a képességeket. Hova lettél? Ja. Igen, sajnos nem kapom már meg. Devorhope, vagy nem tudom kiejteni. Jaj, az volt. Nézd már meg, miket csinál ez. És még van paletta. Köcsög. Nézz oda! De nem értem, miért nem találja el egyébként. Vakítasz még 3/4 órán keresztül? Mr. Loop, igaz? Te vagy az.
Igen, Mr. Loop. Csak egy idő után ki lehet ismerni Mr. Loopot is. Ó, oh, ne, Mr. Loop, ne. Bogárka, ez nem bír magával. Nem szégyellette magadat? Nézem ezt a bogárkát itt. Kafkol biztos. El kellett menni kakkantani. Az ott egy dead zone lesz neked, bogárka. Hát csúnya lett volna, ha te azt ott megcsinálod még. Igen, igen, csúnya lett volna. Mr. Loop itt van újra. Hey! Hova faroltam ki? Mr. Loop, a te időd véges itt. Jó van, hát ahhoz képest, hogy soha nem játszottam szinte ezzel a killerrel. Ahhoz képest egész jó. Na, ne arra! Megyek, bogárka, ne félj! Nagyon nagy király voltál, az a lényeg. Óriási, eszetlen nagy király. Köszi, köszi, köszi. Köszi ezt a szarjátékot is, hogy legyígyízitek. Igazán kedvesek vagytok. Na, akkor mi volt a következő? Ja, Mário mondta szerintem. Köszi, puszi. Mario mondta a Wesker faszút, igen.
Nem tudom, te mit nézel, de ez tiszta GG volt. Teli vagyok GG-vel, ja. Jó. Egy kis pénzküldés. Hát még mehet igazából. Mastermind. Na? Nem tölti be a túlélőket? Valami van. Valami nagyon nem. Húha! Az nagy baj lesz szám. Az így marad, mert akkor újra kell indítanom a gémet. Az meg megszakítja a streamet. Az a baj, hogy nem tudok kimenni a menübe se. Hát ez pedig ez... Hát ez fagyás, gyerekek. Hát, nem is tudom. Mit évő lehetnék, mint hogy újraindítom. Olyat lehet, hogy stream, műsorterjesztés szüneteltetése benyomom. És ha akkor indítom újra, és utána elindítom, akkor vajon marad? De nem fog maradni, de mindegy, akkor... Hát muszáj megtennem ezt, hogy újraindítom. Szóval senki ne, senki ne menjen sehova. Mindjárt jövök.